Nem voltál kint ilyen időben? Le kellett ugranom a faluba, mert valamit elfelejtettem. Na is, neked sikerült rothálót szerezned a csirkekedvecekhez? Á, nem találtam megfelelőt. Ön, Mrs. Fast? Ó, nagyon örvendek, Christopher Brand. Ha. Nagyon örvendek, Mr. Brand. Melegedjen meg a tűznél. Könnyű idő, nem de? Ennyi az összes csomagja? A többit, ha jól emlékszem, egy bizonyos Metcalf őrnagy hozza. Hogy örvendek? Micsoda elképesztő óvihar! Hát, de most soha nem érünk ide! Ezzel bocsánat. Könnyen szuvasodik! A kocsim sajnos fél mérföldre innét lerobbant az úton, belekerültem egy húfbásba. Hadd vegyem át ezeket. Maradt még holmi a kocsiban is? Nem, szeretek könnyen utazni. Oh! Madam, imáim, meghallgatásra találtak. Utána pedig a függetlenpontot vanília, te mit gondolsz? Szerintem jó lesz, persze nem túl különleges. Hadd segítsen, imádom főzni. Hát ha engem kérdez, én teljesen másképp képzeltem ezt a házat. Tágas nappalit, egyébként is mindenhol sokkal nagyobb tereket. Bridge aszfalt és egyéb szórakozási lehetőségeket. Öreg asszonyoknak. Elutasítani egy jó szándékú utazót ellenkezik a törvényjelvizitból. Ezt önnek nagyon is jól kezdődik. Ezzel mire céloz? Hiszen maga bíró volt, nem igaz? Mondja maga, sokáig maradik Angliában? Az attól függ. Valamit el kell intéznem, amint kész visszamegyek. Franciaországba? Nem. Olaszországba? Igen. Igen, ez a Maxwell-ben ordendik ház. Hogy mondja? Nem, Mr. Raston most nem tud a telefonhoz jönni, Mrs. Raston beszél. Hogy ki csoda? A Berkshire-i rendőrs? Jó napot kívánok! Maga nem lehet őrmester. Túl fiatal. Nem vagyok olyan fiatal, mint amilyennek látszik. Viszont igen, csak jó erőben van. Rendőri védelem, ha érti, hogy miről beszél. Rendőri védelem? Egy bizonyos Mrs. Lyon, Maureen Lyon, lakóhelye Calversink 24, tegnapi folyó 15-ei meggyilkolásával kapcsolatban. Hallottak vagy, olvastak esetleg az esetét? Igen, nem van parázik. Pontosan. Az első, amit szeretnék megtudni, hogy ismert-e valamelyikük